Sziasztok! Ez itt a Bögre csatornán, én Balázs vagyok, és a Crusader Kings 3 leszplés sorozatunkat folytatjuk az árpádokkal, ott lebötök a bajtuk. 27. rész következik, és az előző részben kikerültünk egy óriási uh, nagy támadást. A bajorok jöttek, ugye? King Diti jött? Ő jött? Hát nem ő jött. Mint egy valaki jött azzal, hogy neki amúgy címe van, a, uh, vagy krémje van. Ja, igen, a nitrára, meg az északi részekre. Uh, a lényeg, hogy uh, hogy az óriási mázdival sikerült sikerült megkötni ott a, 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 vagyis hát véget vetni a háborúnak, anélkül, hogy bármit vesztettünk van és most már csak arra várunk, hogy véget érjen a békénk Nagy Moráviával, még 7 hónap van hátra, és támadhassunk, és megszeresztetjük spist magamnak, magunknak, ami Hát, az nem árva lesz, mert orava lesz árva, nem tudom spis mi lesz majd, hogyha áttérünk, és hát ugye igen, áttérni a magyar kultúrára, mert most már tényleg csak az az egy megye hiányzik. E, írtátok kommentben, hogy támadjuk meg Vukovárt, ne támadjuk meg Vukovárt, e, pont az a lényege. Ennek a leszprének, hogy nem ölünk mindenkit jobbra-balra ész nélkül, hanem csak és kizárólag megpróbálunk a történelmi magyar területeken maradni. Az más kérdés, hogy Vukovár, meg Horvátország Tartozhatna szintén hozzánk De maximum personal unióban Csak mondjuk ezt pont nem tudnánk um, Jól Megoldani, mert Hogyha nem vagyunk birodalmiak, akkor um, horvátország kiválik, hogyha nem vagyunk birodalom Tehát uh, ezt, ezt egyszerűen nem lehet Jelen keretek között rendesen Rendesen leszimulálni És amúgy is csak 1300-tól lenne aktuális Szóval igazából mindegy is Közben viszont én inform lettem Ami nem egy király dolog, már csak azért sem, mert ha meghalok, akkor veszítettük a presztízset, veszítettük a piétát, és kezdhetjük újra felépíteni ezeket, ahhoz, hogy a oh, módon megint meghalt, jó, hogy nem csinál semmit, mert legalább néha meghal. Szóval ahhoz, hogy meg beadhassam ezt a... ezt a dolgot. A fiamnak ugyanis nincsen semmi kb van neki. Hát van 900 perc meg 500 p jó, annyira nem rossz a helyzet. De vele is prestige kéne farmolni. Meg hát még kell nekünk egy hercegség, ugye? Ó, közben nagyon fájnak az izmaim. Nem, nem igazán jó az életem. Fáj az egészség amúgy, mert uh, strong vagyok például. De közben infirm is. Meg... Csuribá... Jó, a az nem jelent semmi extrát. valakit tudom, hogy ki tudok váltatni. Ezt az asszonyt nagyszerű. Szerezünk belőle pénzt, illetve most megveszem a Hall of bodies, és ezzel most már kaptam még egy kis egy extra, egy huge boost az életre, vagyis a, az egészségre. Úgyhogy annak ellenére, hogy införm vagyok, annak ellenére super plusz jó az egészségem, úgyhogy ez mindenképpen szuper. Mindjárt megjelenik ott fent, hogy lejár a béke, meg is van, true ending soon, ez nem tudom pontosan 60 napnál jelenik meg, talán 3 hónapnál, oké. Okay. Jó, létre kell majd hoznunk még egy hercegséget, ami... Mert most az öröklés jelenleg úgy van, hogy az egyik hercegséget itt az északiakat kapja meg Béla, István pedig megkapná Visegradot, ami a saját területem, tehát oda, oda kell egy, egy hercegséget, amit neki adhatunk. Szerémre gondoltam, ha jól emlékszem, mert elvileg az megoldaná ezt a problémát. Úgyhogy akár most is létrehozom, nehogy ezen múljon, pénzem az van rá. És elvileg most változott az öröklés ezzel, igen ő szerémet kapja meg, így a körterületeket megtarthatom. Szóval... Elég jó hír. Illetve, hogyha mondjuk valakiát el ö, akkor meg az teljes egészében kiválhatna. Csak az ilyen, ilyen problémás lenne, hogy mi vál ki, meg mi nem. Lehet, hogy, lehet, hogy ez nem muszáj ragaszkodni. Tamás közben nagyon lejárat a Spy Úristen. Ö, mert hogy megvádolta a, Hát most Tátos, Már nem táltos, igaz? Most már archbishopunk van. Megvádolta valamivel. Ugye a velszi archbishopunkat. És ez viszont nekem pietába kerül, ami nem jó, mert a Péta nem szabad, hogy lecsökkenjen nagyon. De még egyelőre jók vagyunk. Viszonylag. Kicsit sok a földem, hat per 5. Ennek annyira nem örülök. De most nem is akarok már kiadni földet, bár az is igaz. Ó, oh, megtaláltam a gombot! Vagyis nem én találtam meg, hanem technikai ti. De hogy kiderült, hogy nem itt van a Grand Lower Nobility gomb, hanem, hanem akkor, hogyha rámegyek magára a címre. Itt. Baronie of adjuk, hogy egy, egy alacsony nemesnek. Mártonnak, ami amúgy Székez fehérvári márt, Székezfehérvár Márton, nevezzük fehérvárinak a biztonság kedvét. Annak ellenére, hogy az a Fehérvár az annyira nem székes, de mindegy is. És azt hiszem lejárt a békénk. Na lássuk, mivel kell szembenézni, hogyha támadunk. 1200 ember. Jaj, hát az nagyon kevés ember. A szövetségesével együtt is. Úgyhogy neked nem is kell behívni szövetségesemet, vagy... Hát majd lehet behívok mégiscsak valakit. De most egyenlőre maradjunk ennyiben. Próbáljuk meg egyedül legyőzni. Igen, mindenki csatlakozik a háborúhoz. De ezek nem adnak túl nagy erőt neki. 1200 embere van. Nekem meg 3000 200 ostromgépekből vannak, azt hiszem, és vannak közben börtönömbe emberek. Ket miért nem megnyertem ki még? Deszpozita. Deszpozító. Ő. Ő csak sokat ér. És ő királynő. Az olasz királynő a van. What? Valószínűleg akkor, körülbelül, amikor. Nem tudom mikor került bele. Ugye ne hogy mindig van egy hatalmas Olaszországunk, vagy ö, bizáncunk, és úgy tűnik, hogy ő itt is fog maradni most már egy jó darabig. Dubrovnik kivált belőle, ez nem tudom, hogy történhetett, és Burgundia is még tartja magát, de azon túl, hát ez egy na nagyon nagy cucc, nagyon nagy állat, 69 éves a király, akkor változhat meg maximum, amikor, ö, mármint ez a helyzet, amikor meghalő. Csak a bizánci császárok ilyen, vagy nem király, nem császár, a bizánci császárok ilyen legendásan sokáig élnek. Ilyen mondanám ezt, hogy indokratlanul sokáig élnek. Na most a terv az, hogy bevesszük ezt az erődöt, négy hónap múlva, három hónap múlva, és aztán pedig ö, ide megyünk, megverjük ezt a sereget, hiszen már onnantól kezdve a war nekünk fog dolgozni, a gól megvan, tehát elkezd felfelé kattogni, és esetleg a fővárosára rámehetünk, meg Prerovra, meglátjuk, még nem tudom pontosan, hogy, hogy melyik lesz, mert elvileg oda tudunk menni Brunóra nélkül, hogy peróvat át kéne menni, vagy be kéne venni, Znojmónát, ami most már bajor terület. Haladunk az Ostrommal, az tök jó, 31 nap, és most már tényleg ne történjen semmi rossz. Ne gyilkoljanak meg, meg nem tudom mi lehet még. Tök egészséges vagyok. Ne üzenjen nekem hadat a Bizánc vagy Bajorország. Ugye a Bajorok is nagyon sokan vannak, 5300-an. Én meg a világ összes emberét megpróbáltam behúzni magamnak szövetségesnek. meg van az ostrom közben, és foglalíthettük Veringádot is. van neked már elég pénzed? Egyre kevesebb pénze van. Jó, akkor kiengedlek, miért minden pénzed elfogy. Azt nem szeretném. És talán Veringádot is ki tudjuk engedni, mert ő nem számít a háború szempontjából fontos dúdnak. Meg az ő rokonságát is. Jó kis pénzbe jön ebből, hogy akkor kifizetik ezzel a, a, Amit az előbb elköltöttem pénzt a hercegség létrehozására. Na, odaérünk érünk-e időben? Három hónap, szóval valószínűleg igen. Kérdés, hogy elmenekül-e? Inkább ez a fontos kérdés. És az, hogy miért nem domoszló irányítja a seregünket miközben ő sokkal kompetensebb lenne. Nem nagyon tud elmenekülni, bár nagyon szeretne, de nem tud, úgyhogy hogy nyitránál megverjük. Hát hol máshol? Gyakorlatilag szimbolikus jelentőségű az a csata helyszín. 11%-ot ért mindössze, vagyis hetet ért a labbra, hogy Spist, de 11%-ra ment föl a War Score azóta, és most vagyunk 40%-on, úgyhogy mehetünk is ostromolni. A Prerov nem is akar átmenni automatikusan sem Prerovon, úgyhogy egyenesen mehetünk Brunóba. És uh, már, hát nem azt mondom, hogy ha az megvan, akkor megnyerjük a háborút. Ő valószínűleg addig összeszedi magát, visszajön, megint megpróbál valamit megostromolni. Biztos, hogy Spist Próbálja megostromolni, főleg mert őt alapból kevesen védik. 40, 123 Garrison védi jelenleg. Mindjárt talán felkattog egy picit. De, igen, lehet, hogy akkor, hogyha ráállósulni, hamarabb végez, nem tudom. Ez itt nekem 8 hónapot mond. Ha 8 hónap marad, akkor az nem lesz ideális. A csillagokat néztem, mert zélút vagyok, ezért nem gondolkozhatok. Uh, én tudományos dolgokon, hanem inkább a földi uh, életre fókuszálok. Oké. Okay. Ransom accepted, megint van péz, És már is elkezd szedni a seregét Iváncsicsnál. Megpróbálhatja, az, az egy ember az nem biztos, hogy megmenti. De neki legyen mondva, hogyha ezt szeretné, akkor hajrá. Ott is van, igen, elindul Spish felé, és elég gyorsan oda is ér. Még mindig nagyon alacsony a Garrison. Úgyhogy nem fog csak egy tartani az ostrom. Ha nagyon parának érzem, akkor egyszerűen az ostrom gépeket. És átmegyünk és megverjük ott azt a sereget. Mert azt viszont nem szeretném elveszíteni az kicsit ilyen kontraproduktív lenne. 7 hónap, 4 hónap, oké, okay, hát ez... Igen, ezt nem várhatjuk ki. Úgyhogy itt maradnak az ostromgépek, meg itt hagyunk velük egy levit. Ennyi emberrel, és a többiekkel pedig eljövünk. Viszont valószínűleg meg kell kerülnünk a mindent is. Ha Liptovan átmennénk, ez mm, a baj, ez dombok, ezről gyorsan lejön. Tehát mindenképpen erről kell jönni, de erről. Csak azt remélem, hogy nem fogja észrevenni, hogy közeledek, mire... Uh, mi, mielőtt... Meg azt remélem, hogy odaérek amúgy időben, mert az se biztos. Uh, közben behánytam az asztal alá. Ez tök jó egyébként. Általában ez is az extra eventekkel jön be. Általában csak minket szoktak lehányni, de arra sosem szó, hogy mi is néha behányunk az asztal alá, úgyhogy most ez nem is megtörtént. Szóval, uh, visszatérve a fontosabb uh, kérdésekre, miközben ugye a seregem óriási hatjáratokat vív, oda fogok érni valószínűleg, igen, 46 nap alatt odaérek. Csak kérdés, hogy el tud-e menekülni. Hírről megyek hírre, úgyhogy valószínűleg igen, viszont onnan már csak mountain tudtam lépni, tehát legkésőbb az egyik hegynél el tudom őt kapni, bár nem feltétlenül szükséges a boldogsághoz az, hogy meglegyen ez a csata, azért jó lenne csatákkal is növelni a warscore-t. Közben itt megyünk az ostrommal, és érdekes módon nem ide megy. Ja, hát nyilván lelép a hírről, hanem ide, közben született Gézának, az utódomnak egy fia, na, ő lesz István. Kicsit meg vagyunk csúszva a dolgokkal, de mindegy is. Szóval, ő lesz István, és uh, ugye a testvét is Istvánnak hívják, szóval, tiszteletadás, vagy olyan ilyesmi. Szóval, hogy ide lépett le, ami végül is logikus, mert uh, ha itt marad, akkor ő van hátrányban. Itt meg legalább, bár itt is ő volt hátrányban, igen, én vagyok a defender, akkor buta vagy. Közben kifosztjuk Brunót, és vannak ellenem Dangerous Faction, Liberty Faction. Van itt valaki, aki nem ülhet be a tanácsomba, de tényleg nem, mert hogy tele van a tanácsom. Ja, istenem, nektek is most kell elkezdeni vergetzeni. Hozzuk haza az embereket, most már valószínűleg elég lesz 94%-kal, nem kell tovább vívni a háborút. Na mit tudok veletek kezdeni, nyitrai vert, is? Hát jó, te mondjuk szlovén vagy, szóval nem csodálom, hogy nem szeretsz. De mondjuk te miért nem szeretsz? Gondolom nincsen nálatok olyan, aki szereti a szagát mindennél jobban. Nincs hát. Akkor csak reménykedni, hogy hat hónap alatt ez lekattog eléggé. Te meg rag már le az embert, akit hazahoztál. Az embereket, akiket magad, magad hoztál. Hazahoztál magaddal. Igen. Mert ez 50 aranyat jelent például nekem véget ért a szövetségünk West Frankiával. Az nem jó hír feltétlenül. Bár West Francia amúgy is most csak kis játékos volt. Aquitania ugye mindent elfoglalt előle. 98% ez 8 hónap, és éppen, hogy ki hegyen vagyunk, vagy van a lázadás ereje. Mi kicsit visszatöltődünk, akkor elvileg minden ok okés lesz. 79, jó, szuper. Szuper, 99%. Most már csak egyet kell kattannia, addig ezt nem fogják elfogadni, meg is van. És azt mondom, hogy köszöntem. A vármegye szepesség lett. Oké, okay, most már ezt is tudjuk. És elérhető a küldetés, promote vagy a, a döntés Promote Christian Settlements. Ugye ez már kicsit furán veszi ki magát, mert már keresztények vagyunk, és a földünk is keresztények. De megnyitja a keresztények előtt az országunkat persze, és ezzel magyarra válunk. Milyen fantasztikus pillanat ez a történelemben, és 998 van, szóval Éh, éppen, hogy, éppen, hogy uh, majdnem, hogy több pontosan sikerült, pár évvel eltéréssel sikerült ezt megcsinálni. Most belegondoltok, hogy ezt amúgy sima vanillában kb. honfoglalás után 10 éve meg tudjátok csinálni. Úgyhogy akármennyire is szíttam párszor ezt a modot, ami ugye meg behozta a népességet, nagyon realisztikusát tette nagyon sok szempontból a dolgokat. Jobban meg kell gondolni a háborúkat, például. Jobban meg kell gondolni, hogy védjük a területeinket. Mert amikor elfoglalják a területünket egy háborúban, az alapjátékban, veszítünk kontrollt, nagy ügy. Így viszont konkrétan népességet fogunk garantáltan veszíteni. Ezért, ezért, ezért nagyon fontos, hogy ne történjen ez meg. Na jó, Promote Christian Settlements, készen álltok? Én készen állok. Ó, igen, egy új kezdet! You are welcome. Christian Settlers for 100 years. Build a construction time minusz, minusz 10 százalék. Popular 10, ebben nem vagyok annyira boldog. Kapunk egy research-öt, ha, ha 5 research alatt vagyunk. May convert to a nearby Christian faith. Ugyan kérlek, azon már régen túl vagyok. Na lássuk mi változott, ugye? Hát változtak a ruháink, és a koronát, tudom, tudom, ne kezdjétek el. Nagyon tö... Oh, micsoda, Micsoda koronák vannak itt? Szóval nagyon történelmietlen, de én fel fogom rakni a fejére a magyar koronát. Akár tetszik, akár nem. Csak meg kell találni, hogy hol található. Ott is van. Nem, ez nem az, ez a bizánci korona. De már majdnem közeledünk az igazsághoz. Hungarian Royal Crown. Igen, ez, ezt szeretném én applikálni a fejünkre. Nagyszerű. Hát akkor Konrád lesz az első igazi magyar király. Ilyen értelemben véve. És még az érdekel, hogy a kultúránk hogyan alakul. Még mindig tribalben vagyunk. Viszont megyünk át elvileg uh, Early medieval... 59 ben leszünk early medievalben. Uh, a többiek hogy állnak? A többiek jóvel előttünk vannak. Ez némileg kellemetlen mondjuk a, horvát, na, hát a horvátok éppen hogy csak előttünk vannak, az oroszok hátréb, a lengyelek hátréb, nem, a lengyelek előrébb, csak mi nem kezdték el az early medieval -t. Mi még a standardized coinage haladunk, és a compound bow van meg, de hogy igen, lássuk, hogy rakultak a város városnevek. Van itt nekünk, igen, semmi nem változott. Cool, nem baj. Most akkor miért nekem kell átírni osztróhomot gomra Jaj, de jó vagy. Vajon ez hogy érinti az embereket? Nem tudom, a többiek váltottak-e. Azt hiszem igen, de mindjárt megnézem. De azt hiszem automatikusan átváltanak ilyenkor a, a másik ö, kultúrára. Tehát adj nekem egy kultúra módot. És uh, aki, hát itt ugye vannak még szlovienek, oké, okay. vannak horvátok. Mi a helyzet magukkal a, az urakkal? Ő magyar lett például. Misztikus tudás. Oké, okay, próbálj meg a misztikus tudást kialakítani. Ezek magyarok, ezek magyarok. Tehát mindenki, aki magyar volt, az most már magyar. Jó, ennyi elég lesz, köszönöm, akkor, hogy az arcomba robbanjon a kísérlet. Uh, mindenki más, aki meg nem, az most sem lett nyilván magyar. Oké. Okay. Szepesség hova tartozik? Még ez is élet az várhoz. De durva. Viszont ez adjuk ki valakinek, mert különben túl nagy hatalma lesz Istvánnak, vagy Bélának, nem tudom, még fogja megkapni ezeket a földeket. Széchenyi János például kiváló embernek tűnik, és nem is rendelkezik semmilyen klémmel, úgyhogy ő megkapja ezt a földet. És most jött el az, hogy túl sok vazalussal rendelkezem. Igen, tudom, ki kéne ezeket osztogatni. Főleg itt. Itt ezen a környéken kéne. Vagy pedig a Visegrádot visszavenni. Kánt Romislavtól, csak most nem lehet, mert éppen háborúzik. Meg, kivel háborúzol? Megmondhatom neked, hogy fejezd be a háborúdat? Megmondhatom, csak nem fogja befejezni, igaz? Veszítéz véleményt, az a baj, hogy az a nyitrai ember, Drahoszlával abból nagyhatamú vazalus. És nyilván azt mondta, hogy uh, no, thank you. Most a próbálja megszerezni magának Esztergomot? De srác, Esztergom az enyém. Van rá klímem, meg minden. Nagyon szép. Ne csináljátok már, öcsém. Ugye nekem van klímem Esztergomra. Bajorországra van, úgyhogy... Cool. De... Igen, Esztergom. Country of Esztergom át kell nevezni azt is, meg komáromat is át kell nevezni. Majd lehet, hogy két rész között megcsináljuk. Már feltűnő, hogyha lesznek még. Hát már mint lényeg, lesznek még részek. A héten még végig megy, de nem tudom, hogy ezen a ponton mit tudunk még csinálni, hiszen a célja ennek a leszplének az volt, hogy megalapítsuk a magyar királyságot, és ez megtörtént. Uh, és hogy keresztényé váljunk, és, és visszaállítsuk a mindent is. Szóval ilyen szempontból gyakorlatilag végeztünk, de azért hát, ami kiforog itt egy-két dolog a következő részekben, mert a het héten még mindenképpen lesznek részek, aztán pedig nem tudom, meglátom majd az ünnepek alatt, hogy hogyan alakulnak a dolgok, de nyilván elfogadom a tívas javaslataitokat is, hogy mit gondoltok erről. Ami alternatíva lehet, az az, hogy elmegyünk achievement vadászni. Még azért van egy-két achievement, amit nem szereztem meg. És általában ezek az achievement vadászatok egyébként eléggé stresszesek. Um, de hát ha, hát ha most nem lesz az feltétlenül. Vagy pedig hagyjuk a francba a Crusader kings egy darabig. Ez is előfordulhat. Azért csak egy éve játszunk vele folyamatosan. streamek ugye most nincsenek is belőle, és nem sokára jön a DLC is, akkor pedig mindenképpen megint előről kell kezdeni valamit. Úgyhogy nem tudom. Valószínűleg a, az achievement, ami így az eszemben van, hogy meg lehetne szerezni, az... Az meg lenne olyan tíz rész alatt maximum, nagyon maximum, az két achievement lenne. És, um, tehát mondjuk két hét alatt megszereznénk, és utána pihenhetne a sorozat, meg így a játék. Addig, amíg február elején körül meg nem jelenik az új DLC. Próbálok a Boldizsárral ugye barátkozni, az aki nagy hatalmú vazalú szeretne, nem lehet. Na figyelj nyitra! Tényleg, kéne egy, egy title. Tudom, hogy nem adott szívesen. Ja, Akkor nem így. Akkor. Uh, uh, Retract vasszal és ostrihom kéne nekem. 90% hogy elfogadja. De hogyha nem, akkor fánlázad. Uh, Fogadj már el, ples. Jó, elfogadta. Ne Visszaadta nekem ezt a Nem is tudom, hogy tudta elfoglalni, hiszen értitek, elvileg alattam kéne, hogy legyen, és közvetlenül megtám, Na mindegy. Uh, és akkor tőle pedig szeretném ezt elvenni. Á, ah, viszont akkor fel fogtok lázadni. Értem. Nos, azt nem szeretném, az tény. És ha megölnélek, az meg nem valószínű, hogy megtörténik. Mert akkor egy kislány venni át a trónt, és ő valószínűleg átadná, vagy nem tudom. Próbálj már meg megölni. Nem kötelező, tehát hogy. Nem kötelező, de hogyha mondjuk a többiek segítenek nekem, egyedül Svatoplok akar segíteni, és ő sem igazán. <laughs> Akkor miért vagy a Kembi hogyha nem Kembi Időközben valószínűleg változott a véleménye. Szuper jó. Most próbálom egyedül megölni ezt az asszonyt. És túl sok, igen, megint az van, hogy túl sok a, a vazallus alattam. Vannak ezek a, ezek a, például Somogy. Somogy nincs létrehozva. Bás létre van, Temes létre van, a létre van. Már tovább akarom adni, Transkárpátia nincsen létrehozva. Hozzuk már létre Transkárpátiát. Mert azt aztán oldhatom mondjuk uh, valamelyiküknek. Ki az, aki kevésbé idegesítő. Valószínűleg a... mind kettő content. Tök jó. Akkor adom neki. És így megszabadulok idézőben egy vazalustól. Két vazalust egyre cseréltem. Jó, ez is megvan még sincs este. Ó, várj! Ho hozzád miért az addig somogy vár? Jaj, édes Istenem! Miért csináltok ezt velem? Elfogadja egyébként, csak nem vannak szeretni. Érte. De elfogadja végül is. Tehát kapunk egy uh, 8, 80 véleményvesztést vele. Meg uh, 20 véleményvesztést a tyranny miatt. Most akkor komolyan arra rá kell raknom egy... Egy klémet. Hogy elvehessem, mert ideadná. Jó, akkor próbáljuk meg. Mennyi idő, időbe telik ez? Hét év! Jézusom, nem azt mondtam, hogy építs egy új várost ott. Azt mondtam, hogy rakj rá egy fucking claim -et. Liberty Faction megint aktivizálta magát, vagyis azt hiszem nem. Csak valamiért lement, mert van egy másik frakció is, ezért 75%-ra ment a threshold. 75%-aig fölött öm, lázadnak. És most az a nő, akit ma akartam ölni, az itt csatlakozott. Tök jó! Ha adok neked pénzt, akkor mi történik? A világ összes pénzét elveszed, és addig nő a vélemény. Klasszik. Klasszik Crusader királyok ez. Akárhogy is nézem. Jó van, na engedjük már el ezt a klémet, vagy ezt a, ezt a gyilkossági próbálkozás. Rossz ötlet volt. De közben meg valahol mégsem feltétlenül. Mert hogy az hozzám tartozik. Tehát, hogy nem is tudom ez, hogy képzel. Én azt mondom, hogy srác, arra van egy krémem. Ő meg azt mondja, hogy. ám mm, nem, nem vagyok teljesen biztos ebben a dologban. Focused reading, plusz egy learning, lifestyle experience, learning confidence. Jó, most nemet mondtam a feleségemnek. Ami érdekes, mert alapot curibásosban vagyok, szóval nem tudom, hogy került ez szóba, de hogy inkább a könyveket választottam a feleségem helyett, és így ö, kaptam egy csomó jó dolgot, gondolom. Ez, ez a frakció valószínűleg most már össze fog állni. Liberty Faction tehát csökkentén akarja a koronának a hatalmát. Így is alig van a koronának hatalma, úgyhogy nem, ezt nem fogjuk engedni sajnos. Ha kell, akkor karddal fogom megvédeni. Amit meg kell, de ebben nem fogunk beleállni. Van-e valaki, akit még nem házasítottam ki? Téged, Bélát nem házasítottam még ki. Ugye az a trükk benne, és ezt már mondtam, hogy ha erős szövetséges kapak, utána probléma lehet a trónra, mint átadjuk a hatalmat. Hát meglátjuk. Ennyi volt már ez a rész, köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk holnap. Találkozunk akkor, sziasztok!